Ennél a kereskedésnél épp egy hibrid autót mutat be az értékesítő. A márkához hűen tetszetős, kényelmes, biztonságos az autó, amit egy 2 literes turbó és egy elektromotor is hajt. A hibrideknél az elektromos módból át lehet váltani. Gyorsításra, intenzív gyorsításra besegít a benzinmotor is. Ilyenkor az autó számolja, próbálja kalkulálni a lehető legjobb felhasználási módot. A Max e-drive-nál ilyenkor teljes mértékben csak az elektromos motor működik. 120 km per óráig, tisztán elektromos üzemmód, és van az save funkció, ilyenkor a benzinmotor működik, de a benzinmotor tölti az akkumulátorokat esetleges későbbi városi közlekedésre. Ez az autószalon évente 30 elektromos autót értékesít, az áruk pedig nem sokkal magasabb a hagyományos benzines vagy gázolajjal működő autóknál. Az áruk ugye egy picit magasabb, mint egy normál dízel vagy benzines üzemű autónak, de tehát úgy gondolom, hogy egy plug-in hibrid esetén nincs akkora különbség, hogy ez mondjuk egy 3-4 éves használat alatt a fogyasztásban ne térüljön meg. Kevesen állnak át elektromos autókra, mindössze 100 zöld rendszámot adnak ki havonta itthon. A zöld rendszám azt mutatja, hogy a jármű környezetkímélő. Ez ösztönzi az autósokat, hogy átálljanak, emellett sok esetben az üzemeltetés is olcsóbb. Ezek az autók zöld rendszámmal rendelkeznek, tehát ennek 2 feltétele van. Az egyik, hogy konnektorról tölthető legyen, a másik pedig, hogy elektromos üzemmódban legalább 25 kilométert meg tudjon tenni. És hogyha zöld rendszámmal rendelkezik egy autó, hogyha cégre vásárolja az ember, akkor nem kell cégautóadót fizetni utána, ami éves szinten szintén több 100 000 forintos költség. Valamint ingyenesen lehet parkolni bizonyos városokban, többek között Nyíregyházán is. Nyíregyházán viszont ez az egy nyilvános töltőállomás van, ahol fel lehet tölteni az elektromos autókat, és egész Magyarországon nincs kiépülve a töltő infrastruktúra. A zöld autók hatótávolsága átlagosan 100-130 km, az új típusúak kapacitását azonban több kilométerrel szeretnék megnövelni a fejlesztők.